Ünnepélyes projektzáró rendezvényt tartotta a Pécsi Tudományegyetem hamarosan, hivatalosan is Szent Ágotai János nevét viselő kutatóközpontban. Az egyetem egy olyan periódistához érkezett, amikor egy új korszak nyílhat meg a tudomány és a kutatás tekintetében. A PTL mintegy 7 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból megvalósuló Szent Ágotai János Kutatóközpont létrehozásával a természettudományi és orvostudományi oktatást, kutatást és innovációt szolgálja majd. A projekt révén olyan hazánkban egyedülálló új laboratóriumok, kutatóműhelyek jöttek létre, amelyek infrastruktúrálisan az európai élvonalba tartoznak, nemzetközi színvonalú környezetet biztosítva a kutatók számára. A Dél-Dunántúli régió életében hiánypótló, nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint kialakított új kutatóintézmény született, amely a kutatóegyetemi rang elnyerésében is segítheti az egyetemet. Nem titkolt célkitűzés az is, hogy a kutatóközpont itthon gyűjtse össze a hazánkban képzett kutatóállományt, és haza csábítsa a már külföldön munkát vállalókat. A kutatóközpontban hamarosan elkezdődnek a tudományos kutatómunkák, így a projekt záron lehetőség nyílt szakmai vezetéssel az épület és egyes laboratóriumok bejárására, valamint lakossági nyílt nap keretében egy egyszeri és egyben utolsó alkalommal. Bárki megtekinthette a laboratóriumokat és kutatóműhelyeket, mielőtt a steril körülmények biztosítása érdekében bezárulnának az épület kapui.